Szabolcs-Szatmár-Bereg megye középkori templomok tekintetében Magyarország egyik leggazdagabb vidéke. Az Alföld nagy részén a hódító török hadak áldozatává váltak a templomok, azonban a vizek által körbezárt vidéknek köszönhetően a megyében gazdagon fennmaradtak ezek a vallási és kulturális örökségek. A templomok nagy része már a turista látványossággá is vált. Éppen ezért 2009-ben elindult a középkori templomok útja. Ez egy tematikus útvonal, amely a Kárpát-medencében egyedülálló vallás és kulturális örökséggel szeretné mélyrehatóan megismertetni az érdeklődőket. Az útvonal területileg a magyarországi Szabolcs-Szatmár-Bereg, a romániai Szatmár és az ukrajnai Kárpátalja megyén halad keresztül. Összesen 64 templom tartozik a hálózathoz. Felosztottuk ezt a hosszú tematikus utat rövidebb túrákra, örökségtúrákra, mert azon kívül, hogy középkori templomokról beszélünk, nyilvánvalóan akkor egy szűkebb réteget tudnánk csak elérni. És azt gondoljuk, hogy van itt a megyében, van egyéb látnivaló is, tehát érdemes hozzá kapcsolni. Akkor mindjárt bővebb a kör, és mindjárt élvezetesebb, élményszerűbb lehet egy-egy ilyen örökségtúrát végigjárni. Lehet egynaposat, lehet kétnaposat, háromnapos, sőt négynapos túrákat is szerveztünk már különböző irányokba. Az örökségtúrákat pedig különböző tematikák szerint lehet bejárni, így van Szent Lászlóhoz vagy a Szatmár-Berekhez kapcsolódó örökségtúra, de a történelmi emlékhelyeken végighaladva a turisták a Párciumba és Kárpátaljára is áttérhetnek. A túrák során a sport és kultúra kedvelőit célozták meg a szervezők, hiszen kerékpáros túrákat szerveztek. A megfelelő turisztikai látványosság elérése érdekében az út templomait folyamatosan újították fel, számos helyen látogatóközpontokat is kialakítottak. A program az elmúlt években országos egyházi, politikai és szakmai támogatást szerzett, 2012. decemberében elnyerte a Magyar Turizmus Zrt. Által alapított Észak-Alföldi Régió ajánlásával minősítési díjat, elismerve ezzel az útvonal kiemelkedő kulturális és idegenforgalmi jelentőségét, majd 2015-ben a Magyar Marketing Szövetség külön díját, a Város Marketing Gyémán díjat érdemelte ki az út. Idén egy újabb szakmai elismerésre is kitüntették a középkori templomok útját. A tavasszal a Magyar Turisztikai Ügynökség által meghirdetett kiváló európai desztinációk magyarországi pályázatán elnyerte a legígéretesebb kulturális úti céldíját. Ami az Éden-díjhoz elvezetett, az, hogy mi nem álltunk meg ott a négy fal között, hanem kivittük a nagyvilágba, kivittük a valóságba a tematikus utat, mert elkezdtük szervezni ezeket a túrákat, ezt is 3 éve csináljuk, és azt mondom, hogy ma már több száz túrázunk volt az elmúlt időszakban, évente ilyen 5-6 túrát legalább megteszünk, és nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy Veresegyházáról, Esztergomból, Szolnokról és a legkülönbözőbb helyekről jönnek hozzánk. Az Éden-díj azt is jelenti, hogy a tematikus út képviseli Magyarországot Brüsszelben, ezt a pályázatot terjesztik az Európai Bizottság elé, így a középkori templomok útja a Felső-Tisza vidéken lesz jogosult a kiváló európai desztináció cím használatára.